tisztelendő plebános atya, tisztelt államtitkár úr, kedves pedagógusok, gyerekek, Krisztusban szeretett testvéreim! Még az iskolai év elején vagyunk. Ez az evangéliumi szakasz egy jó szemléltető óra lehetne mindannyiunk számára, akik az oktatás és nevelés ügyével foglalkozunk, fáradozunk. Jézus oktatni akarta tanítványait, így kezdi az evangéliumi szakasz az elbeszélést. Tanítványait, akik a régi idők szellemében vele voltak. Tehát nem csak egy pillanatra, egy esti iskolára, vagy egy hétvégére kerültek közelébe Jézusnak, hanem már hosszú idő óta vele voltak. Mint ha csak azt akarnám mondani, hogy nem lehet nélkülözni a tanárnak és a gyereknek minél hosszabb, szorosabb kapcsolatát. Mert bár van ez az online oktatás, de hát mondjuk meg őszintén, hogy azért az csak egy pót dolog, ami szükség esetén jó, de éppen a legfontosabb hiányzik belőle az a személyes kapcsolat, ami által nevelődni tud a gyermek. Oktatni akarta tanítványait, és először valóban elmondta, hogy mi az ő célja, mi az ő életprogramja, és a végső kifejlete a saját sorsának. Tehát valahogy úgy, mint amikor elmegyünk egy intézménybe, elmondják előttünk, hogy mire számíthatunk, mi az, amivel foglalkozni fogunk, mi lesz annak a végső értelme, mert csak úgy nem ül be senki az iskolapadba. Aztán fölmérte Jézus, hogy hol tartanak az ő tanítványai, mintha csak egy ilyen évelei kis dolgozatot íratott volna velük, hogy mit tudtok, de hát ő megkérdezte tőlük, holott azért sejtette, sőt isteni tudásával, hogy miről is beszélgettetek ti itt az úton. Azok persze nem merték megmondani, mert maguk előtt is talán szégyelték, hogy egy ilyen karrierista vágy is kötötte őket Jézushoz, hogy majd ők ott nagyok lesznek mellette. Ki a nagyobb közülünk? És utána jön Jézusnak nem a ledorgáló, hanem a szemléltető tanítása. Nem volt abban az időben olyan média, ami látványossá tette volna a tanítást, de szemléltetett, és odahívott egy kisgyermeket. Így tudja az egyházi hagyomány, hogy nem volt ez más, mint antiókiai Szent Ignác, aki hát később ugye Szent Jánosnak a tanítványa lett. És őről állít egy olyan mondatot a kisgyermekről, amit föl kell dolgoznunk az evangélium más helyeinek az összevetésével. Hogy aki befogad egy ilyen gyermeket, befogadni a gyermeket, az jelenti elsősorban, hogy vállaljuk a gyermekeket. A mi világunkban, főként a nyugati társadalomban nem vállalják a gyermekeket. Tehát nagyon jó az, hogy segítik gazdaságilag, anyagilag a családokat, de azért azt kell mondanunk, hogy az éppen a történelem tanúsága szerint nem elsődlegesen gazdasági kérdés, mert akkor éppen a jóléti államokban nem volna gyermekhiány, hiszen ott föl tudnák nevelni. És ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a két háború között is, de még az én koromig is mennyivel több gyermek született, biztos, hogy sokkal nagyobb volt a szegénység, a egyszerűbb életforma, de megszülettünk.
Tehát a gyermekeknek a vállalását jelenti először is a befogadás. Utána a befogadás jelenti a nevelést. Tehát nem hagyjuk magára a gyermekeket, és Krisztushoz vezetjük, Jézus Krisztushoz őket, különösen a keresztény katolikus iskolákban. És itt a szülőknek, pedagógusoknak, papoknak óriási szerepe van. Olyan jó, hogy annak az alapítványnak a nevét Regőci Istvánról nevezte el az államfő, aki gyermekeket nevelt. Én még ismertem személyesen Regőci István atyát, és tudom, hogy milyen áldozatokat vállalt a háború után az elhagyatott gyermekekért. Még börtönbe is sugták érte. Még a 70-es években is ült érte. Kétszer volt érte börtönbe. Szóval azért el lehet gondolkodni azon, hogy micsoda hivatástudat volt benne, hogy ezen az áron is vállalta a gyerekekkel való foglalkozást. Emlékszem rá, hogy papnövendék voltam, Szent Margit napján mindig kimentem a Margit szigetre, hogy ott tiszteletemet tegyem. Szent Margit egykori sírjánál, mert már most nincs ott, csak a sírhelye van. És egyszer csak látom, hogy ilyen óvodányi, vagy 30 gyerekkel jön a Regőci atya oda a sírhoz, és ott magyarázott nekik, hogy ki volt itt eltemetve, mit jelent ez számunkra, pedig már akkor se volt fiatal ember. Tehát a nevelésnek a feladata az sokakra rá van bízva, de különösen szülőkre, pedagógusokra és papokra. És aztán Jézus egy kisgyermeket állít oda, példaként, nem egy kamaszkorú gyermeket. Vajon miért? Mert azért, aki ismeri az ifjúságot, az tudja azt, hogy egy nagy változás áll be a kamaszkorba. Majdnem olyan, hogy úgy elkezdenek forrni, néha kifordulni addigi magukból, és valami hiányzik belőlük. Kisgyerek az először is őszinte még, ameddig meg nem tanulja a felnőttektől a képmutatást. Emlékszem rá, hogy hát ez még a kommunizmus idején volt, hogy jött a hittanos gyerek. Amikor egyedül találkoztam vele, akkor dicsértességgel köszönt. Ha a barátjával, akkor csókolommal. Ha esetleg az osztálya jött és ott volt a tanítója, akkor elfordította a fejét, hogy ne kelljen engem megismerni. Tehát egy kisgyerekben még ott van az őszinteség, hogy őszinték legyünk, hogy igazmondók legyünk. Itt bérmálás is lesz most ebben a szentmisébe. A szent lelket, az igazság lelkét is fogjuk reájuk kérni. Aztán a kisgyermek az őszinteségen túl kíváncsi a világra. Hiszen mennyi olyan kérdést tesz föl, hogy ez mi, ez miért teszi ezt, mit csinál így. Benne van egy nagy nyitottság a világ iránt, és hogy az ember növekszik, úgy fokozatosan szűkül az érdeklődése, és ezt sokszor már fiataloknál is látom, hogy már régebben is megtörtént, hogy adni akartam neki könyvet, ne tessék adni, én úgyse olvasom el, én nem szeretek olvasni, nekem elég a mobil. Tehát kisgyerekben még egy ilyen általános érdeklődés van a világ iránt, hogy ne szűnjünk meg felnőttként sem keresni az igazságot, érdeklődni a világ szépsége, valósága iránt. És hát aztán bizalom van az egész kicsi gyerekbe, a szülei iránt, amíg be nem csapják őt. Őszintén bízik,
édesanyjában és apjában, de még a felnőttekben is. Hogy ugyanígy legyen meg bennünk az Isten iránti bizalom. Jézus Krisztus még a kereszten se tagadta meg Isten atyaságát. Nem mondta azt, hogy olyan sorsot adtál nekem, ami miatt nem vallak téged atyámnak, hanem még ott a kínszenvedésébe is, bár egy pillanatra azt érezte, hogy mindenkivel tudjon azonosulni, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? De aztán mi a végkicsengés? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, hogy legyen bennünk mindig Isten iránti bizalom, mint hogy a kisgyereknek a szülője iránt, hogy bármi történik a világban, bármilyen megpróbáltatás ér bennünket, mindig Isten az atyánk, és ezt ne felejtsük el, legyen bennünk bizalom. És aztán ott van még egy fontos szó is, amikor Jézus azt mondja, hogy aki befogad egy gyermeket az én nevemben, a név az annyit jelent, hogy vele megegyezik. Mi az ő neve? Jézus. Mi hozzáteszük, hogy Krisztus, azaz a fölkent. Krisztusról lett elnevezve a mi nevünk is, keresztények, krisztusi emberek vagyunk. Hogy krisztusi embereket kell nevelnünk, azt jelenti az ő nevében. És hát nem kell magyaráznunk az itt lévőknek, hogy micsoda támadás éri a kereszténységet, a gyermekeket, már óvodáskorba az úgynevezett érzékenyítéssel. Teljesen a, nem hogy a keresztény, hanem az átlagos, normális, emberi fölfogás és erkölcsel szemben lévő dolgokat erőtetnénk rá a mai ifjúságra. És akkor nekünk Krisztus módjára kell élnünk és nevelni a gyermekeket, hogy megvédeni őket ettől a méretetlen sok támadástól. És ez a mi feladatunk felnőtteké, bátran kiállni, egy katolikus iskola nem engedheti meg, hogy beszüremkedjék ez a szellemi fertőzés, ami nyugaton van, és már itt is. Nem engedhetjük meg éppen a gyermekeink jövője érdekében. Hát igen, ezt mondja, ezt árja elénk az evangélium, és ezt kell megszívlelnünk, most, amikor iskola megáldás, óvoda megáldás is lesz, és természetesen nem a falakat áldjuk meg csupán, hanem a benne lévőket, a gyerekeket, tanáraikat. És nekünk az a feladatunk, hogy mi is legyünk tanítványai Jézus Krisztusnak, és a ránk bizottakat vigyük Jézushoz. Jézus imádságába áldó kezei közé vezessük a gyerekeket. És ez az erőfeszítés megvan bennünk, hogy reméljük, és biztosak lehetünk abban, hogy Jézus Krisztus ránk és a ránk bízott gyerekekre fogja áldását adni. Amen.